Egyre többen keresik fel az E.ON ügyfélszolgálati irodáját Székesfehérváron. Az emberek leginkább az augusztus 1-től hatályba lépett rendeletek kapcsán szeretnének tájékozódni. Az E.ON részéről fontos információ, hogy augusztus 15-ig azoknak is rendkívüli diktálási lehetőséget biztosít, akiknek egyébként nem ebben az időpontban van a diktálási időszakuk. Az ügyfelek szinte kivétel nélkül az augusztus 1-től életbe lépett változások miatt érdeklődnek, jellemzően a mérőállásukat kívánják megadni, valamint a rendelettel kapcsolatos tájékoztatást kérnek. Szerintem még ez is rövid idő, augusztus 15, itt szeptember 1-ig legalább ki kéne nyújtani, mert én például 82 évesen azt se tudom, hova menjek, merre menjek, és nincs segítségem. Nem tudok bediktálni még online sem, mert sajnos nekünk már ilyen nincs. Úgy gondolom, hogy itt az E.ON-nál szuper gyors volt az ügyintézés. Szerintem itt nem is lett volna rá szükség, de biztos van olyan hely, ahol lesz rá szükség. Szerintem ez, hogyha 15-ig meg van hosszabbítva, ez azt jelenti, hogy nem lesz olyan tumultos. Én is azért szaladtam vissza, mert a szomszédasszonyomnak kértem időpontot, és most látom, hogy 11-ét írtak, és visszajöttem, mondom, hát 5-ig van a határidő, és mondta az úr, hogy nem megvan hosszabbítva 15-ig. Az E.ON közlése alapján az átlagosat sokszorosan meghaladó számban érkeznek az ügyfelek az irodáikba, így megnövekedett ügyintézési idővel kell számolni. Az E.ON munkatársai azt javasolják az ügyfeleknek, hogy aki teheti, az otthon elérhető csatornákon, az ügyfélszolgálati applikáción, az online ügyfélszolgálaton, SMS-ben vagy telefonon intézze a mérőórák diktálását. További fontos információ, hogy a rendkívüli diktálás nem kötelező, csak egy lehetőség, így a kedvezményes kereteken belüli átlagfogyasztóknak nem is érdemes mérőállást rögzítenie az augusztus 15-ig tartó időszakban.